Először is egy bocsánatkéréssel szeretném kezdeni ezt az új videót, aminek már igazából ki kellett volna jönni a 10 nappal ezelőtt. Sajnos úgy hozta a sors, hogy nem igazán volt időm videót vágni, ugye az egyetem mellett eléggé nehéz napjaim voltak, főleg úgy, hogy egy-két tantárgyamból utoljára tudtam elmenni gyakorlati vizsgára, ami nagy szerencsére sikerült. Végülis a befektetett energiát visszahozta. De térjünk vissza ide a videózás terére most már. Több mint egy hónapja igazából nem volt videó. Nem tudom, hogy meddig lesz ez még, hogy ilyen kevés marad, ilyen kevés lesz. Próbálok majd gyakrabban feltölteni, de ezt már sokszor mondtam. Nem tudom, hogy lesz, sajnos nem tudom, mert nagyon sok időmet elveszi. És rengeteg erőbefektetéssel jár az, hogy egy-egy ilyen videót megcsináljak. Hát remélem, hogy azért valamit majd tudok alkotni a közeljövőben, akár ezeket a videókat. Az biztos, hogy most neki kezdek már a decemberinek is, tehát legalább kiválogatom a 10 zenét hozzá. De elég legyen beszédbe. Megint itt van 10 zene, ami nagyon-nagyon erőteljesen befolyásolták a novemberemet, főleg azért, mert nekem általában november a legnehezebb hónap az egész évben. Minden évben most már lassan nem tudom elég hosszú ideje. Ezzel a gondolkodásmóddal indítom útjára a következő videót, hát vannak benne érdekességek, remélem, hogy tetszik. Lássuk akkor a 10-et. Mint említettem, eléggé sok keserédes szám lesz ez ebben a listában, de nem azért, mert olyan rossz, amit ez a hónap képvisel számomra, hanem azért, mert ezekkel tudok átlépni ezeken a problémákon. Itt van a 10. helyen egy olyan szám, melyet azért hallgatok, hogy megnyugodjak. De nem azért, mert olyan durva lenne, vagy bármi ilyen túl nagy energiával rendelkezne, hanem maga a mondandója, ami megfog. Nem húznám most az elején annyira az időt néhányan, mert nagyon időszűkében vagyok, úgyhogy nem sokat tudok róluk mondani, de a végén azért kicsit részletezem néhány számnak az eredetét. Úgyhogy 10. helyen Diamond Black, Sorrow. A 9. helyen egy olyan csapat van, akiknek kerestem, kutattam, de nem találtam két számnál többet. Ezt nem tudom, hogy csinálhatták. Annyira nem új csoportosulásról beszélünk, mégis valamiért nem lehet róluk találni sok mindent. Ezt nem tudtam értelmezni. De annyi baj legyen, 9. szám ugyanaz az alapon megy tovább, mint a 10. Gondolhattátok, miben vágtam bele, te jó ég. 9. helyen Among the First Talk to Me. I find it hard to live here. Mindenki nyugodjon le a francba, csak 2 darab metal szám lesz az egész gyűjteményben, nem úgy, mint előzőben, ahol 3 volt. Úgyhogy nem kell izgulni, és ahhoz képest a második, ami előrébb van, konkrétan az 5. helyen most szólok, azt hiszem az 5. helyre raktam, bár lehet, hogy ez még változhat, az egy kicsit lágyabb metal történet. Én azt mondom, hogy ezt azért raktam be, mert ez fel tud ébreszteni reggelenként. Tehát amíg a gyakorlati időszak tartott, erre ébredtem elég sokszor, ez volt az ébresztő zeném, az ébresztő muzsikám, úgyhogy így vágjatok bele ti is. Én azt mondom, hogy egész jó, de hát ezt ti döntitek el. Oath to Order, White Widow, 8. Oh.
Robogunk tovább a listán, 7. hely következik. Erről olyan sokat nem szeretnék mondani, közepesen ismert csapat. 7. helyre elég zenével, de ugye, ha azt nézik, hogy egy hónapban olyan 70-80 zenét gyűjtök össze magamnak a listába, tehát ezen kívül még vannak olyanok is, amiket meghallgatok, de nem tetszenek, ahhoz képest eléggé jó helyen állhatnak. Úgyhogy 7. helyen The Alpha Complex, Cut the Strings. Mikor a 6. helyhez kerestem háttérinfókat, azt láttam, hogy 2014-ben ennek a csapatnak volt egy koncertje Ibizán, amire 0 ember ment el, de ennél ők azért többet tudnak, és ez látszódik, hogy a zenéjükön is pontosabban hallatszódik, úgyhogy én ezt átadom nektek így előjáróban. Azt mindenképpen mondjuk el, hogy már 4 éve működnek ebben a felállásban, és lassan, de biztosan megfontoltan haladnak előre. Ugye ez legyen a 6. hely mottója, hogy szabadon éljünk, és mi döntjük el, hogy hova haladunk tovább. 6. helyen tehát The Night of Set Me Free. Elértünk a közepére, pontosabban a lista közepének a második felére, ugyanis ugye páros száma 10 darab, a 6. és az 5. van a középen. Na jó, következő csapat, sokat gondolkodtam rajtuk, hogy berakjam-e őket. A Trivium, egy amerikai metal csoportosulás. Az a baj, hogy nagyon furcsa zenét játszanak. Én leginkább ezeket egy musicalben tudnám elképzelni, de mégis a metallal olyan szintre emelik ezt, amit nem lehet átlépni, és ezt egy külön zsánerként kéne kezelni, ugyanis személy szerint hasonlót se hallottam soha. 5. helyen Trivium, Betrayal. Közelítünk a dobogó felé, és 4. helyen egy olyan szám van, egy olyan frontemberrel, hogy akárhányszor meghallgatom, kiráz a hideg. Egyszerűen ez az ember, ez elképesztő, olyan hangja van, hogy kitölti a teret. Egyszerűen nem tudsz túllépni a hangján, annyira egyedi és annyira furcsa első és másod és harmad és negyed hallásra is. Föl is pörgette csapat életét, rengeteg koncertet adnak ezáltal, és a jövőben ennél csak jobbak lesznek, úgyhogy ez félelmetes, egyszerűen félelmetes. 4. helyen Citizen Soldier, Caroline. Elérkeztünk a dobogó legalsó fokára, mint tudjátok, én szeretem a két oldalú zenéket, ami két síkon mozognak. Ez is egy ilyen lesz, sőt, az utolsó kettő is ilyen. Fény és sötétség, stb. Ugye a szembeállítása ezeknek a képeknek. Ezek valahogy nagyon tetszenek művészetben úgy magában alapvetően, és ez az üzenete lenne a 3. helyen állónak is. Ez nem más, mint The Black Hand, Where Are You Now?
Jöjjön a második hely, már a végéhez nagyon közel járunk. Ez egy olyan banda, akik metállal szoktak foglalkozni legtöbbször, de valahogy a Terra nevű októberben kijött albumuk mégis egy sokkal melankólikusabb érzést ad át, amely az összes számukban, az összes másodpercükben megjelenik. Nagyon érdekes belső hangot ad, és nagyon fontos figyelni arra, hogy magunkat lássuk meg ezekben a dalokban, és tudjuk azt, hogy ők rólunk, a hallgatóról énekelnek. Így vessétek bele magatokat, hogyha hallgatjátok a Terra albumot, Johari Terra albumát. Itt van hát Johari Bloom. Hopes Die Last. Gondolom ez így önmagában nem mond sokat. 2004-ben Rómában alakult meg ez a banda. Legfőképpen olasz tagok alkották. Post-hardcore stílusban egy időben ezzel uralták az olasz underground színteret. 4 teljes értékű albumot adtak ki, és emelt jó néhány kislemez is hozzájuk köthető. Az a baj, hogy 2017. január 6-án bejelentették, hogy közös munkának véget vetnek, ezzel egy eléggé nagy űrt hagyva az olasz underground iparban, és ebből az lett végül, hogy az 5-ből 4 tag újra összeállt, és megalakítottak egy új csapatot, amit Alpha Wolves-nak neveznek. Még eléggé gyerekcipőben jár. Ez a második számuk az eddigi 2 kiadott közül. Még biztos, hogy sokat láthatunk tőlük, legalábbis én ezt remélem. Első helyen tehát Alpha Wolves, Silver Screen.